A közösség és a társadalom megbecsülésének jeleként ünneplik világszerte a szociális munkanapját. Hazánkban az emberek közel egyharmada küzd olyan problémával, ami szociális kezelést, gondoskodást igényel. Bonyhád a vírus helyzetre való tekintettel zárt körben köszöntötte a város a gondozási központ munkatársait. Elmondhatom azt, hogy végre ö, fölfigyeltek a szociális szférára is. Nem csak azért, mert hogy ma van a szociális munkanapja, hanem egyre jobban felértékelődik a munkavégzésünk, illetve a lányoknak a, a teljesítménye. Egyre nagyobb szükség van rájuk, hiszen a veszélyhelyzet teljesen átírta a forgatókönyvet minden él, az élet minden területén, így az idős ellátásban és a családok ellátásában is. A szociális munka nehéz és szertágazó feladat, mondja Sebestyén Orsolya. A tevékenységek jelentős részéről a kívülállóknak nincs képük. Akkor, amikor be belekerülnek az adott élethelyzetbe, akkor értékelődik föl, hogy, hogy milyen jó, hogy van az államnak egy szociális szférája, akikre lehet támaszkodni. Minden napi munkavégzésünk mellett, a veszélyhelyzet miatt felértékelődik a feladatunk. Nagy szükség van ránk a családok, illetve az idősek ellátásában. Míg eddig nem tudták a, a társadalomnak a nagy része, hogy mi az, hogy szociális munka, talán egy zöld mellényes munkavállaló, most már tudják, hogy nagyon kemény fizikai, ö, szakgondozói tevékenységet végeznek. Egyre kevesebben választják a szociális munkát hivatásként, pedig hiány szakma. Tolna két intézményben indul csak képzés, igyekszünk mindig bevonni, bevonni magunkat a tanulóképzésben, hiszen hogyha a sikeres vizsgát tesznek és a gyakorlati idejüket itt töltik, akkor utána ők munkavállalón inkább válhatnak. Ha ezt nem szívvel, lélekkel csinálja valaki, hiába nagyon jó fizikai munkaerő, hogyha nincs meg benne az az empátia, amit az idősekkel, családokkal szemben tanúsítani kell, akkor sajnos nem fogja megállni a helyét a világban. A város most kiemelten figyelt a szociális munkát végzőkre, ezért jutalmazta a szakembereket. A jelen helyzetben a legnehezebb feladat a logisztika, mondja sebesti Orsolya. Arra törekszünk, hogy mindenki megkapja a szükséges ellátást. És csak reménykedünk benne, hogy nem leszünk betegek, mert akkor az ellátás is veszélybe kerül.